igazából találkozni. Izgatottan nézegeted magad a tükörben, és azon töprengsz, vajon tetszel-e majd neki. Felteszed a hajdíszed, leveszed, majd ismét felteszed, és próbálod eldönteni, vele jobb vagy nélküle. A te korodban vajon megengedett még az élénk rúzs, vagy elég a szájfény, ha az ember első randevúra vár? Ki felelhetne erre? Talán a nagyszüleid. Ők még rendre kijártak az utcára, és találkoztak egymással. 18 éves voltál, amikor bekövetkezett a katasztrófa, és azóta a légszennyezettség miatt nem léphettek ki az utcára. Az élelmiszert, a ruhát, mi egyebet a futárok valóságos szkafanderbe öltözve hozzák, nem látod az arcukat. Persze, így sem unalmas az élet, hiszen hála a világhálónak minden úgy történik, mint régen, csak épp virtuálisan léteztek. Van egy csinos avatárod, épp olyan, mint 30 éve, amikor megalkottad, csak a hajszíne és a frizurája változik néha, amikor magadra unsz. Ő ment el helyetted a barátnőd esküvőjére, az unokahúgod keresztelőjére és apád temetésére is. Ez a csinos, virtuális test, amelynek már nem sok köze van a mostani önmagadhoz. Ugyan a pillantásod a régi, de az arcodat vonalak szövik át. Szeretnéd azt mondani, hogy nevető ráncok? Te nem tudod, mert hiába a csodaszép internetes avatár, a valós tested szenved a bezártságtól és az ingerszegény környezettől és attól, hogy voltaképpen nem történik vele semmi. Persze dolgozol egy könyvelőcégnél, sőt, strandra jársz a barátnőiddel, amitől az avatárod bronzbarna. Te azonban így is, úgy is rémsápat vagy. Az egyik ilyen kiruccanás alkalmával egy virtuális bárban megismerted a nagy őt, aki csodálatos férfi, és ezt nem csak magas, szőke, sportos alkatú internetes valója miatt tudod, hanem azért is, mert valósággal együtt rezeg a lelketek. Ugyanolyan bohém, bolondos lélek, mint te vagy, és a csevegéseitek közben úgy érzed, hogy 20 évet fiatalítottak még az elsatnyult testeden is. Én már fél éve, hogy munkaidőn kívül sülve-főve együtt lógtok, és nemrégiben eszeltétek ki, hogy igazából is találkozni fogtok, ami igen merész vállalkozás, de megéri, mert mindketten úgy érzitek, ebből valami több is lehet. Elhatároztátok, hogy ha minden rendbe megy, és a való életben is tetszetek egymásnak, akkor ő itt marad veled, és innen éli tovább az avatárja mindennapjait. A nagybátyja egy a hősök közül, akik az élelmiszer ellátónál dolgoznak, és tegnap végre sikerült rávennie, hogy adja kölcsön az egyik szkafanderét, hogy meg tudjon látogatni téged. Négyre beszéltétek meg a találkozót, de már negyedöt van, így bármelyik percben betoppahat. Gyorsan felkened az élénk színű rúst, kor ide vagy oda, neked így tetszik, és még egy pillantást vetsz a tükörképedre. A középkorú, festett szőke nőnek úgy csillog most a szeme, mint kislánykorában, amikor még futkoshatott a mezőn, érezhette, ahogyan a szél belekap a hajába, és láthatta, amint egy madár elsuhan a feje fölött a levegőben. Belenézhetett a napba, hunyoroghatott, ettől a könnye is kicsordult, ahogyan a sok nevetéstől is, mert csupa vidámság volt az élete. Család, barátok, szerelmek, érintések, a tapintható szeretettel teli közelség a légszennyeződés óta a múlté. Mindenki ott rekedt, ahol akkor volt, és hálásak lehettek a sorsnak, hogy a kormány kidolgozta az ellátórendszert, különben már nem élnétek. De vajon élet ez így, hogy nem láthatjátok a valódi világot? Persze online minden van, de mi a helyzet a természetes illatokkal vagy az ölelésekkel? Arra gondolsz, jó, hogy nem született gyereked, mert neked legalább van mire emlékezni egy letűnt szép világból, neki már nem volna. Vagy szerencsésebb lenne, ha nem tudnád, hogy valaha lehetett az utcán fagyit nyalni? Talán könnyebb elviselni, hogy vaknak születtetek, mint azt, hogy időközben elveszett a látásotok. Ahogy telnek a percek, egyre feszültebbé válsz, hallgatózol, de egy árva nesz sincs, a becsukott zsalugáterek mögött az utca kihalt. Lehet, hogy a nagy ő el sem jön, vagy valami baja esett út közben, a szennyeződés áldozatává vált, csak azt ne,
Sok-sok emberről hallani, akik megelégelték a bezártságot, megfelelő védőöltözet nélkül kimentek az utcára, és ott lelték halálukat. Beleborzongsz a tudatba, hogy a kinti világ tele van csontvázakkal, melyek az idők során majd elporladnak. Megpróbálsz másra gondolni, muszáj másra gondolnod. Például arra, miként köszönsd, ha megérkezik. Adj neki egy könnyű csókot, vagy megöleld? Idejét sem tudod, mikor értél hozzá bárkihez utoljára. Hogyan illik viselkedni valakivel, aki hozzád hasonlóan évtizedek óta nem találkozott senkivel? És miről fogtok beszélgetni? Olyan sokat tudsz róla, és mégis annyira keveset. Az online világban remekül elfilozofálgattok az élet nagy kérdéseiről, mindarról, ami foglalkoztat benneteket, de sosem beszéltetek arról, melyikőtöknek milyen az igazi külseje, hiszen ez nem számít. Persze az avatárja mindenkinek gyönyörű, feszes, kortalan és soha nincs lestrapált állapotban. Hirtelen elemi erővel tör rád a pánik, hogy mi lesz akkor, ha nem tetszel neki, ha kiábrándítja a külsőd, ha viszolyog tőled, csak mert nem vagy olyan tökéletes, mint a virtuális másod. Eszedbe jut, hogy legalább tornázhattál volna egy kicsit az elmúlt hetekben, annak tiszteletére, hogy ő meglátogat, de most már késő bánat. Kétkedve vizslatod a tükörben a derékbőségedet, amikor a közelben felbőg egy ellátó autó motorja, majd kisvártatva közelről, közvetlen közelről ajtócsapódás hallatszik. Összerezzensz, a szíved a torkodban verdes, a tekinteted örökös börtönöd bejáratára szegezed. Kopogtatnak rajta. Egyszer, kétszer, háromszor. Úgy mozogsz, akár egy lassított felvétel, majd miután lehúzod a mágneskártyát a panelen, a jövevény szinte beviharzik a lakásba, és úgy zárja le maga mögött egy mozdulattal a bejáratot, hogy szinte csak a suhogó körvonalait látod. Ugye jól vagy? Kérdezi a levegőt szűrő, gigantikus maszk mögül, ami eltorzítja a hangját. Jól. Feleled az adrenalin lökettő remegő hangon. Nem jöhetett be sok levegő. Hála az égnek, mondja, majd babrálni kezd a fejfedőjével, hogy felfedhesse előtted igazi valóját. Lélegzet visszafojtva várod a pillanatot, miközben örömmel fedezed fel, hogy körülbelül egyforma magasak vagytok. Én vagyok, mondja, miközben kiszabadul az őt oltalmazó műanyag és fémtengerből. Egy 19 éves fiú áll előtted.